Folytatjuk Hédvég Balázsral, a Fidesz kommunikációs igazgatójával, akit az ellenzéki vezetők Fidesz szerinti veszélyességéről és az általuk lebontani kívánt határzáról is kérdezünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Nemrég azt nyilatkozta, az ellenzéki vezetők veszélyt jelentenek Magyarországra. Ezt hogyan gondolja, vagy miért? Hát feltételezem, hogy ők is Magyarország jobbításán dolgoznak. Nézze, az elmúlt hónapok, évek eseményeit figyelve kialakult egy olyan benyomásunk, hogy az ellenzék vezetői, az ellenzék pártjai reménytelenül bénák, és azzal vannak elfoglalva, hogy egymást nyírják, egy pozícióharcot folytatnak, és gyakorlatilag esélytelenek. Ez egy ellenzékváltó hangulatot is eredményezett a baloldalon Magyarországon. Ugyanakkor mi azt hívjuk, arra hívjuk fel a figyelmet ezzel a plakáttal, hogy bár valóban sok szempontból bénának tűnnek, de mégis veszélyesek is lehetnek, hiszen egy kulcskérdésben úgy tűnik egy követ fújnak. Számukra Soros György, Brüsszel épp aktuális elvárása az első, és a migráció kezelésének kapcsán ez igenis veszélyeket jelent az ország számára. Emlékeztetnék rá, hogyha ezekre a politikusokra hallgattunk volna két és fél éve, akkor ma Magyarország már elesett volna gyakorlatilag abban a küzdelemben, ami a bevándorlás, az illegális bevándorlás elleni védekezésben zajlik, hiszen ők mindannyian támadták így vagy úgy a határzárat, támadták a kerítést, támadták egyáltalán azt a politikát, ami az ország érdekéből indult ki, és a megvédésére koncentrált, nem pedig valamiféle külső elvárás teljesítésére. Nem ment félre egy kicsit ez a plakát már olyan tekintetben, hogy Karácsony Gergely azonnal leszögezte, hogy ők nem kívánják lebontani a határzárat. Gyurcsány Ferenc pedig konkrétan azt mondta, hogy politikai öngyilkosság lenne most azzal foglalkozni, hogy a határzárat le kell bontani. Gyurcsány Ferenc egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy politikai öngyilkosság lenne szerinte erről beszélni. Érdemes odafigyelni a pontos fogalmazásra. Lehet, hogy nem akar erről beszélni, de valójában tudjuk azt, hogy ő maga és az ő pártja a leghangosabb kritikusa a határvédelemnek, és a legerőteljesebb támogatói ők a Soros tervnek. Hát az európai parlamenti képviselőjük, Niedermüller Péter gyakorlatilag hetente, poszttól hetente nyilatkozik, egészen nyilvánvalóan és konkrétan arról, hogy le kellene bontani ezt a határzárat, és be kellene engedni az illegális bevándorlókat. És rendszerszerűen egyébként összekeverik a védelemre szorulókat, a menekülteket az illegális bevándorlókkal és a gazdasági migránsokkal. De ha Karácsony Gergelyt említette másik példaként, hát ő pont a napokban kötött egy megállapodást egy szélső baloldali párttal, amelyik egyértelműen megint csak kijelentett, hogy le kell bontani ezt a kritést minél hamarabb. De ha megnézzük egyébként például az ő pártjának a Párbeszédnek, bár már nagyon sok pártban megfordult, ezért mondjuk rá, hogy egyre inkább egy politikai köpenyek forgatónak tűnik, de ha megnézzük az ő korábbi dokumentumokat, abban is az szerepel, hogy nem szabad megépíteni ezt a kerítést, és ha lehet, akkor minél hamarabb le kell bontani. Úgyhogy az, hogy most hogyan magyarázkodnak, az egy kérdés, de meg kell nézni, hogy az elmúlt időszak éles vitáiban és nehéz helyzeteiben ők mit mondtak és mit tettek. Hát nyilván a történelmi helyzetre hivatkoznak, hogy egy évvel ezelőtt mi volt, vagy mi volt az álláspontjuk, és hogy most milyen. És nem túlzás egyébként például Gyurcsány Ferencet Vona Gáborral együtt elhelyezni egy Soros plakáton? Ebből a szempontból nem, mert hogyha megnézzük... Mert hogy Vona Gábor volt az első, bocsánat, aki ugye határzárat akart, még jóval annak előtte, hogy a Fidesz ezt bedobta a köztudatba, legalábbis ő ezt mondja. Hát ő ezt mondja, hogy nagyon sok mindent mond most, és nagyon sok mindent mondott az elmúlt években. Azt kell megnézni, hogy mit tett egyébként. Amikor szavaztunk arról, hogy az alaptörvényben kizárjuk az erőltetett betelepítéseket, akkor ő és a pártja ezt nem szavazta meg, egy mondva csináltokra hivatkozva. Amikor kérdezték a kvótáról egy televízió műsorban, akkor azt mondta, hogy hát ha ez csak néhány ezer emberről szól, akkor ezen el lehet gondolkodni. Ilyen értelemben mondjuk azt, hogy megbízhatatlan, és az utóbbi időszakban, amikor mi a Soros hálózat ellen léptünk fel törvényekkel, például az ügynökszervezetek átláthatóságával kapcsolatban, akkor gyakorlatilag teljes egészében egy platformra került ma már a Jobbik, azt mondhatjuk, a baloldallal, akár Gyurcsánnyal is. Lehet, hogy meglepő sokaknak, hogy ők egy plakáton szerepelnek, de ezekben a kulcspontokban, ha megnézzük, hogy hogyan szavaztak, hogyan döntöttek, akkor ez teljes mértékben indokolt. Azt is említette tegnap, hogy szeretnének ráerősíteni, mert az imént is szó volt erről, az országban tapasztalható ellenzékváltó hangulat. Ezt mire alapozza, hogy ellenzékváltó hangulat van? Hát, hogyha megnézzük a felméréseket, vagy hogyha megnézzük a különböző balliberális politikai műsorokat, elemző műsorokat, ugye én azért ilyeneket is nézek és olvasok természetesen, akkor gyakorlatilag ott évek óta erről van szó, és hát nem is csoda, azt gondolom, mert még egyszer az látszik, hogy ezek a politikai vezetők egymással vannak elfoglalva, egymással küzdenek az ellenzéken belüli hatalmi pozícióikért, nem pedig azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, és nem pedig hiteles módon foglalkoznak azokkal az ügyekkel, amik azt gondoljuk, hogy az ország sorsát, az magyar emberek jövőjét befolyásolják. Hát ezért lehet ez. Próbálnak akkor erre ráhatni, mert említett, hogy próbálnak ráhatni majd eszközökkel, például ezzel a plakát. Hát ez egy friska ilyen értelemben nyilván, amikor ezt bejelentettem, ezt is elmondtam. Valóban mi azt gondoljuk, hogy ennél jobb ellenzéket érdemelne az ország, ez is kiolvasható ebből a plakátból.
Hogy áll most egyébként a Fidesz? Hogyan látják? Tegnap lehetett olvasni a Mediánnál, hogy gyengült a bázis. Hát a Medián felmérése, mint legutóbbi, ugye ha jól emlékszem, 50% körüli Fidesz támogatást mutatott, és az ellenzék messze-messze lemaradva igyekszik valamit kicsiholni ebből a helyzetből. Kis mozgások elképzelhetőek, trendeket érdemes figyelni, tendenciákat, ezek pedig hosszú időt azt mutatják, hogy stabil a támogatottságunk. Mi arra készülünk, hogy egy erős kampánnyal álljunk a választók elé április 8-án. Hidvégi Balázs, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.